Apukám, édesanyám, baj van, mondtam nekik. Mi az? Kérdezték tőlem. Bepisíltem a moziban. Még a film elején, amikor Pécsi Sándor azt mondta, mi köztársaság vagyunk. Akkor édesanyám apukára nézett. Én is. Ő meg zárkózott arccal, a fogantyúba kapaszkodva azt mondta. Majd otthon számol. És hazáig egy szó sem hangzott el. Majd az előszobából rögtön a konyhába vezettek, ahol is megtapogatták a nedves altestemet, utasítottak, vegyem le a ruhámat, aztán ketten kétfelől nekem estek. Apuka kezdte, ő pofozott eleinte. Édesanyám pedig a kredencnek dőlve nézte, de aztán elveszítette a türelmét, annyira elkényeztetetten és ócskán viselkedtem. Üvöltöztem, könyörögtem, hogy ne bántsatok, és hazudoztam, hogy én nem is akarattal pisítem be. És ígérgettem, hogy soha többet nem csinálok ilyet, csak hagyjátok már abba. Mintha a ketten bántottak volna, hogy édesanyám kiáltozni kezdett velem, és nekem rontott ő is. A hajamat tépte, két kezével csépelt, aztán a csap alá rángatott mesztelenül. Közben levertünk ezt-azt, mindenki hisztizett. Arra már nem emlékszem, hogyan is fejeztük be azt az estét. Akkor vertek meg először és utoljára közösen, kétfelől egyszerre engem. És ettől maradt nevezetes az a bepisilésem. És még valami mástól is. A rákövetkező reggeltől, hogy édesanyám ébresztett fel másnap. Géza, gyere ki velem a konyhába. Most el fogsz innen menni hazulról. Öltöz. Követtem őt a konyhába. Kiderült, csak mi ketten tartózkodunk az Üllői úti égigérő lakásban. Éles, kora reggeli fényben, ami a kinti jegenyefák közül szúrósan bevert a konyha ablakán. Anyám rámutatott a telitömött hátizsákomra, ami az ajtó mellett volt a köv. Azt mondta, hogy összecsomagolta a holmimat, mert most fel is út, le is út, vissza kell költöznöm a nagyszüleimhez a Teleki térre. Ugyanis kiderült, én utálok itt lakni, tehát ők most apukával megválnak én tőlem, nem akarják rám előtt. Így lesz ez jobb mindenkinek. Ezt ők ketten megbeszélték apukával, míg én aludtam. És apuka fájó szívvel belenyugodott ebbe, tehát semmi akadálya, hogy én most azonnal elmenjek ebből a lakásból. Öltözhetek, távozhatok. Most aztán teljesülhet minden vágyam. Élhetek egy lukban, unintelligens embermarhák társaságában, ha nekem az kell. Ha nekem derogál nadrágos embernek lenni. Ők Isten őriz, dehogy állnak az én utamban. Vegyem a zsákomat. Menjek el. Herceg Adrián színművész olvasott fel egy részletet Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényéből a Vajszlói Művelődési Házban. Ugyanis a baranyai településen töltött egy hónapot a szerző, hogy folytassa ezt a művét. Itt tartottak író-olvasó találkozót. Az első rész a gyermek és ifjúkorral foglalkozott. Most a 19 éves koromtól írom meg 25 éves koromig körülbelül a ifjúságom. Tulajdonképpen úgy mondanám, hogy az egyetemi éveimről szól, és hogy hogyan lettem író. Akkor kezdtem író lenni, majd az egyetem vége felé elhatároztam, hogy felhagyok ezzel, és utána vágtam más műfajokba bele, mert nem szerettem a korabeli irodalmi légkört. Tehát az ifjúság gőgösségéről, beképzeltségéről, válaszútjairól szól tulajdonképpen. Ez lesz a Magyar Copperfield regény folytatása. Ez az időszak az, amikor találkozott Cseh Tamással. A legendás szerzőpáros kapcsolata beleillik ebbe az időszakba. Egy héttel azután, hogy elhatároztam, hogy nem fogok többet írni, találkoztam egy rajztanárral, akit bemutattak, és mondták, hogy indiai játékot játszik nyaranta, és énekelget, angol szövegeket énekel magának, és kérdeztem az informátoromat, és egyébként ő azt mondta, egyébként őrült. És ez abban a korban egy ilyen elismerő szó volt, és mikor találkoztam vele, akkor azt mondtam neki, hogy szeretnék neked dalszövegeket írni, mert hallom, hogy magadban énekel. Ezt sose hallottam még énekelni. És bizalmatlanul nézett rám, és azt mondta, hogy de hát miért, hogy? És erre mondtam neki, hát író vagyok, hát hogy megnyerjem a bizalmát. Itt a kötetem, itt a fényképem, ez én vagyok.
no hát akkor így, és elítettem erre, így eltolt, és azt mondta, nem olvasom el. Miért nem? Mert idegileg felzaklat. Én egyáltalán nem olvasok. Ekkor éreztem, hogy tényleg őrült, vagy pedig valami baja van a belügyminisztériummal, és attól tart, hogy én belügyis besúgó vagyok, akit ráállítottak, és ilyen ürüggyel akarom megkörnyékezni. És akkor az csak kicsikat, hogy másnap fölmentem a lakásra, és mondtam, hogy játszom egy dalamot, eljátszott egy dalamot, és erre megírtam egy szöveget, nagy villám gyorsan, és kértem, hogy énekelje vissza. Visszaénekelte, fölnézett, érezhetően angyal szállt át a szobám, és erre én gyorsan lecsaptam rá, mondom, ez a lakás, hallom, ezt te kölcsönbe kaptad, nekem nagyon rossz az arvértem, ide költöznék. Akkor megint azt mondja, az látszott ez a bizalmatlanság, de befogadott, és akkor naponta írtunk többet. És onnantól kezdődött az együttműködés. Több mint 1000 dalunk van, ezt az archívumban kiszámították. Bereményi Géza azt mondja, most csak az új regényével foglalkozik, ezen dolgozik. Amit Vajszlón elkezdett, azt most majd Budapesten befejezi. Várhatóan jövő év vége felé kerül a boltokba a Magyar Copperfield regény folytatása.